Köszöntöm a Paletta Kulturális Magazin valamennyi nézőjét. Hal 4-esben, krimi, komédia, Fekete-hegy szárazréti közösségi központban, aztán egy új rendezvény, királyi operett napok koncert sorozatot szerveznek, ezzel is foglalkozunk itt a Palettában, de érkezik hozzánk Nyisztor Ilona, Magyar Örökség díjas énekes Pusztinából, hiszen pusztinai csángók vendégeskednek Székesfehérváron. Ezek mai témáink, ne menjenek sehova, már is kezdünk. Egy vallomással tartozom, immáron 800-szor kell hálát adnom a sorsnak, Székesfehérvár önkormányzatának, illetve külön Ferenczi Nórának azért, hogy 800-szor vendégül láthatjuk a madvai csángó barátainkat Pusztinából, és természetesen itt van velünk ismét Nyisztor Ilona, Magyar Örökségdíjas népdalénekes és tanár. Örülök, hogy itt van velünk. Én is. Én vagyok a legboldogabb, ha itt lehetek újra. Ez mindig nagy öröm. Nagy öröm azért, mert hogy a Tázlóvölgyből megérkezve egy kicsit elmélyülhetünk abban, hogy mi mindent kell még tennünk azért, hogy valóban megőriztessenek a hagyományok, illetve a magyar nyelv, amiért aztán esztendőről esztendőre imádkozunk, hogy ez valóban így történjék. No, hát tavaly nagyon sok mindenről esett szó. Azért egy kicsit menjünk vissza, menjünk el Pusztinába, a Magyar Házra, hiszen a Magyar Ház az, ami az alap mindenben. Mi minden történt tavaly óta? Sikerült-e azokat a terveket megvalósítani, amiről az elmúlt esztendőben beszéltünk? Sikerült, mert a programjainkon keresztül mindig olyan gyerekek, mint a felnőttek is részt vesznek. Akkor az idén sikerült megszervezni július 1-6 között a 11. alkalommal a zenetábort, amelyik nagyon nagy sikeres volt. Sok kicsi gyermek jött, és a hangszereken már tanult játszani. És legnagyobb boldogságunk az, hogy megalakult a zenetábor alatt egy együttes is, mind pusztinai kakasak, és nagyon szépen zenélnek, és örvendünk nekik. Tehát ezek csoda pillanatok voltak. Igen. Egy kicsit vissza kell, hogy menjünk az időbe, hiszen 1988-ban, illetve 1988-ban valóban, tehát 30 esztendeje volt az, itthon rendszerváltás volt, és rendszerváltás volt Ilona életében is, hiszen akkor járt először Magyarországon. Ez a több mint 30 év, eznek olyan lenyomatot hagyott, legalábbis bennem, hiszen számtalanszor beszéltünk már erről, hogy én azt gondolom, hogy megint csak hálát adhatunk, hogy elkezdett valamit, és azt soha nem hagyta abba. Ha a kezdeteket nézzük, mennyit kellett változni ahhoz, hogy a népszokások, a dalok ugyanúgy megmaradjanak, de az eljusson máshova is. Mondjuk ide hozzánk. Hát mondjuk most jobban állunk, mint a kezdetén. Olyan szempontból, hogy most nagyon sok gyermek ismeri, tudja énekelni a moldovai népdalokat, és nem csak, hanem a meséket és a táncokat is. Ha 80-as években, hát az öregektől hallottuk ezt, most már a fiataloktól is halljuk, és nagyon sok szerepet játszott az, hogy jártunk egymáshoz, és mind ott Moldovában más falvakhoz, felvettük a kapcsolatot más falvakval is, és van a szeretmenti népdalverseny, ahol összeismerkeznek a többi falvakból érkezett gyermekekvel, és nem csak, hanem szavalóversenyes, népdal találkozó, tánc találkozó, és ezekre mind felkészülünk, nem akkor egy hétvel, hanem egy esztendőt tanulunk ugye előtte, és olyan valahogy szomorú érzés, hogy akkor, amikor jól felkészítettük, tudják, akkor mennek tovább tanulni, és akkor újra kell vejük a kicsikvel,
de hálája Istennek vannak sok érdeklődők. Ha 80-as években, hát lehet imittam, ott találtunk egy furujást, most már sok kicsi gyerek furujál, zenél. Tehát ezt megtapasztaljuk majd mi is persze, nem árulok el titkot azzal, hogy ugye itt lesznek még hosszasan, és erről persze beszámolunk. No de, azért nagyon sokat köszönhetünk azoknak is, akik megőrizték ezeket a régi dallamokat, tehát Ilona maga pedig leginkább az édesanyjának. Hiszen amit az, ahogy olvasom néha, amit az édesanyja nem tudott, az nem is létezett. Yeah. Isten nyugtassa, mert ő többet nincsen. De nem felejtem el soha, mikor a Teodóz atyával találkoztam, és megláttam, hogy az ő tanítványi milyen sok népdalt ismernek, tudnak, és hát mi tudtunk, de én azért mondom az ő tanítványai, mert nálunk csak az idősek tudtak, és a gyermekek nem. Akkor, mikor hazajöttem, mám azt mondta, na, hogy jártál? Hát mondom, jól jártam, de melyik gyűjteni? Azt mondja, nem kell messze menj, mert én tudok eleget. Ugye Jáki Sándor, Teodóz, Bencés atyáról beszélünk, csak a nézők kedvéért mondom, aki szintén egy ilyen értelemben egy olyan missziót folytatott, ami példaértékű. A Magyar Ház megszületéséről essék szó, mert hiába beszélünk róla évről évre, ez mindig a csoda kategóriájába tartozik itthon. A Magyar Házval köszönhető a Teleki László alapítványnak, aki akkor pályáztam, végrevitte az egészet. És annyira örvendünk, hogy van egy magyar házunk, amelyik a 2006-ban épült, és a 2007-től már ott olyan tevékenykedünk, és örvendünk csak az miatt, hogy előtte és összegyűltünk házoknál, ugye, udvarokon, de most van egy olyan hely, ha ás, ha havaz, ha milyen idő van, nem számít. Hát jó kondíciók, körülmények között szervezzük a programjainkat, gyakorolunk, tanulunk, és tudunk versenyeket is ott olyan megszervezni, és nagy szerencse a Magyar Ház. Hogyan lehet a lányokat és a fiúkat afelé irányítani, hogy egyik oldalról őrizzék azt a magyar nyelvet, amit most már megtanultak, és nagyon szépen beszélnek, a másrészt pedig folytassák azt a küldetést, amit elkezdett az ön édesanyjával, aztán Ilona, aztán Nyisztortinka és a többiek? Hát őszinte megmondjam, most errefelé egy kicsit nehezebb olyan szempontból, hogy a családban inkább romáról szólnak a gyermekekhez, és na, mi ott olyan az iskolában, a Magyar Háznál már a gyermekeket biztassuk, hogy jó, ha magyarul. Beszéljünk egy kicsit a tanítványairól, hiszen nagyon sok olyan tanítványa van, akik egyik oldalról megmaradtak az ősi magyar nyelvnél, és tovább vitték mindazt, amit tanultak. És ráadásul sikereket értek el. Én mindig felfigyelek rá, amikor olvasom, hogy igen, a világ végéről, ha úgy tetszik, Vaszi Levente szokta mondani, hogy én ott lakom, ahol a világ vége, csak még egy kicsit messzebb. Ugye a másik barátunk. Hogy éli meg ezeket a sikereket, Ilona? Hát nagy, igazándi mondva nagy siker, hogy egyik tanítványa, Mátyás Mónika, amelyik az első pillanattól már kezdte a magyar anyanyelvi oktatást ott Pusztinába, befejezte a felsőlaki Szent Erzsébet gimnáziumot, és tovább folytatta a tanulmányi Tegerben, és a masterit is befejezte a zenefőiskolán, és nem volt megelégedve ennyivel, hazajött,
tanítsa a gyermekeket az iskolába, a magyar anyanyelvi oktatást ő folytassa, és nem volt ennyivel megelégedve, hanem közben befejezte a tanítóképzőt is udvarhelyen. Így a tanítványaink közül hazatért egyik, és a másik is már majdnem ott van, Timár Karina, hogy befejezte a néprajzot, és tovább a mesterét Debrecenbe fogja folytatni, de minden esztendőben már segít bennünket, a táborokon részt vesz, tanít, és a tavaly volt egy annyi ideje, 2 hónap, hogy tanította a gyermekeket és az iskolában. Emlékszünk rá, a felszállott a pávából is, hiszen ott is voltak csángó lánykák, akik nagyszerű sikereket értek el. Egy kicsit essék szó, egy régi idézet, tehát szeretnék itt elmondani. A szót meg kell rágd, ki kell mondd, és ki kell énekeld tisztán, úgy, hogy aki azt hallja, annak az a szó essen belé, eppeg a szívébe. Ezt édesanyja mondta. Ezt édesanyja mondta, és én azt hiszem, hogy aki ezt megtanulta, aki ezt komolyan vette, és egyre többen vannak, hála Istennek, az bizonyosan jól jár. Kicsit beszéljünk erről a táborról. Ugye Velencén vannak esztendőről esztendőre, Nóra gondoskodik arról, hogy mindig legyen program, de amire én kíváncsi vagyok, hogy ugye évről évre a Ciszter templomban, a nézőknek is mondom, hogy ebben az évben holnap lesz, tehát szerdán 17 órakor a csángó mise, ahol Brückner előtt ciszterci atya celebrálja ezt a misét. Mit jelent ez a mise önöknek, Ilona? Hát nekünk egyféleképpen nagy élmény a mise, mert otthon most nem tudjuk azt mondani, hogy nem engedték meg, megengedték Bakuba, havonta egyszer van mise, de el kell ingázni oda, mert az majdnem 60 kilométer messzire van. De elmegyünk, megszervezzük, mindig autókat kapunk, és legalább a tanítványainkat víjük, és a szülőiket is. És akkor ott a lehetőség énekelni a mű szép szentes énekjeinket, imáinkat. Ezt holnap majd megtapasztaljuk. Lesz alkalom. A másik pedig, hogy ahogy eddig is, csak most egy más helyszínen, a Hímerház báltermében 6 órakor találkozunk, este 6-kor, tehát holnap, ahol egy igazi, varázslatos csángó műsor vár bennünket. Ott lesznek a hölgyek, ott lesznek a kicsik, a töpörtjük, és ott lesz Ilona is. Milyen műsorra számíthatunk? Hát én úgy érzem, hogy mindig jó volt, de az idén lesz a legjobb, legszebb műsor, mert megmutatjuk, hogy milyen sokat haladtunk a zenetáborunk alatt, és a kakas együtteses, pusztinai kakasok fel fognak lépni, és nagy szám. Nagyon-nagyon várom. Ilona, köszönöm szépen, mi fogunk találkozni természetesen, és a nézőinknek is mondom, hogy aki még nem döntött el, hogy mi mindent kellene tennie holnap, nos döntsön úgy, hogy 5-kor a ciszterci templomban csángó mise lesz, 6-kor pedig a Hímerház báltermében csángó est, egy olyan népi est, amit azt hiszem, hogy mindenki szívesen megemleget majd nagymama vagy nagypapa korában is. Köszönöm szépen, Ilona. Szívesen. A Vörösmarty Színház művészének előadásában, Kozári Ferenc rendezésében láthatta a nagy érdemű a Fekete-hegy Szárazréti Közösségi Központban a Hal 4-esben krimi komédiát. Fergeteges siker kísérte a Vörösmarty Színház művészeinek előadásában Wolfgang Kohlhaase és Rita Zimmer Hal 4-esben című zenés krimi komédiáját.
A Kozári Ferenc által rendezett darab Szenes Iván és Wolf Péter zenéjével, igazi csemegével szolgálta ki a színházbarátokat. Pont ez a műfaj, amit nagyon komolyan kell játszani ahhoz, hogy tudjanak ott nevetni, ahol kell. És kicsit így azt beszélgettük, amikor elkezdtünk próbálni, egy kicsit olyan kalambós, ott tudjuk előre, hogy mi történik ugye a sztoriban. Nyilván itt is az emberek kikövetkeztetik, bár nem látjuk, de azért nagyon örültem azoknak a visszajelzéseknek, akik így elmondták, hogy azért őket meglepte a végén levő fordulat, és akkor azért ez egy kicsit így jó, hogy nem arról van szó, hogy mindenki végig tudja, hogy na, és jó, 5 perc múlva tudjuk, hogy mi lesz a darab, azért tartogatunk meglepetéseket, reméljük. A zenés betétekkel megtűzett darabban adott a 3 főszereplő, a Heckendorf lányok, adott egy hermetikusan zárt családi birtok, van egy mindenki felett ott lebegő kép a halott apáról, és van némi arzén a komódban, mint kiderül, és ez funkcióját tekintve akár még puska is lehetne a falon. Olyan szempontból könnyű dolgunk van, hogy azért elég egyszerű a történet, és azért nem jár be olyan bizonyos mélységeket, inkább szerintem fontos az, hogy ilyen karaktereket játszunk, és hogy ezek a karakterek nagyon pontosak legyenek, és fontos az, hogy ők hogy találkoznak egymással. És szerintem egyébként egy nagyon jó hangulatú próbafolyamat volt, sokat nevettünk, meg sokat bohóckodtunk, mert azért elég vicces történetről van szó. Azt szerintem fontos még, hogy hogyan vannak kijátszva ezek a fordulatok, mert elég egyszerű a történet, a néző, a humor forrása ugye az, hogy a néző már szinte az elejétől kezdve tudja, hogy merre fele megy a történet, és akkor a végén van talán egy olyan csavar, ami tényleg igazán meglepő. Sörgyártásból megvagyonosodott kisasszony a vidéki birtokára érkezik, egy fős személyzetük Rudolf, a megfáradt inas, aki merő számításból titkon mindhárom nővérrel liaisont folytat. A nyugdíjba vonulás tervező házi szolga a víkend első estén elérkezettnek látja az időt, hogy 30 évnyi szolgálat után benyújtsa a számlát a nővéreknél. Komédiát játszani nyáron ugye mindig öröm. És ebben lehet játszani, tehát az embernek elszállhat a fantáziája, a játék kedve, ebben mindent bele lehet adni. Energiát, kedvet, játékot, mindent. És ebben lehet lubickolni, azért mert rengeteg fordulat van benne, ilyen apró finomságok, és ezek külön karakterek, tehát tényleg mindenkinek megvan a saját világa, és tényleg szóval lehet benne bármit játszani. Csupa vagy pont! Tudod, hogy egyformán undorodom mind a kettőtől. Megszokja az ember. Látom azt hiszem, hogy semmit sem érdekel. Írok az egyik újságnak. A sorsomat. És ecsetelem majd, hogy hogyan csábítottak el. Igen. És a Heckendorf felett teljes egészében kiírom. Csak hadd hökkenjen meg ez a kényes sörnyibotása. Minden azonban csak az érem egyik oldala, a másik irányban egy kevéssé kidolgozott szál is elindul, a 3 nővér egymástól függetlenül is úgy dönt, hogy elteszi láb alól az inas szeretőt. Miért? Nos, erre magyarázat nincs. Talán mert az inas iránti önzésük átlépte a normalitás határait, talán mert kapizsgálni kezdik, hogy az érzelmek focipályáján Rudolf bizony egyszerre több kapura is játszik. Kozári Ferivel rengeteget beszélgettünk arról, hogy ne komédiát játszunk, hanem egy krimi vígjátékot. Vagy ne vígjátékot játszunk, hanem egy komédiát. Először rengeteget vitatkoztunk, ugye a vígjátékot mindig azon dől el, hogy mennyire veszük komolyan. És ez kifejezetten egy olyan darab, amit nagyon komolyan kell venni, van egy olyan része a krimi miatt, meg a férfinő viszony miatt, ami hát inkább tragikus, mint komikus. Aztán persze van egy csomó vígjáték jelenben, és ezen rengeteget vitatkoztunk is, meg beszélgettünk is szép szavakkal. Egyensúlyt kell teremteni, az biztos kell egy olyan, és akkor ment jól, amikor itt játszottuk most 4-szer Szárazréten, amikor ez az arány el lett találva.
a komolyságát is kellőképpen belevittük. A Fanyar humorú zenés történet krimibe illő fordulatot vesz, Rudolf végzetes lépésre szánja el magát, és elkészíti a lányok utolsó vacsoráját, egy mennyei töltött halat. De hallal vigyázni kell, sok benne a szálka, és nem tudni, kinek a torkán fog megakadni. Maradjunk továbbra is a Fekete-hegy szárazréti közösségi központban, ahol július 26-án először rendezik meg a királyi operett napokat. Három napon keresztül a műfaj legnépszerűbb slágerei csendülnek majd fel. Varázslatos estével ajándékozta meg az operett kedvelő publikumot Váradi Eszter, Sára és Keller János a Városház téren. Az előadás az idén először hagyományteremtő szándékkal megrendezésre kerülő királyi operettnapok előzeteseként csodapillanatokkal hozta közelebb a műfaj szerelmeseit az édesbús dallamokhoz. Szerintem ez egy nagyon felemelő dolog, mert hát tényleg manapság, ugye sokszor szoktuk mondani a színházban, hiszen mi azért vagyunk, hogy az embereket, a szellemüket, a lelküket egy picit mozgásban tartsuk, és szeretnénk bejutni valahogy oda a falak mögé, és nagyon szeretnénk azt is, hogy az emberek egymás iránt is nyitottabbak legyenek, mert sajnos nem jó irányba megy a világ, nem akarok ilyen közhelyeket pufogtatni, de nekem ez az egyik legmeghatóbb dolog, amikor összejönnek idegen emberek egy ügy kapcsán, ez bármi is legyen, és valamit együtt kezdenek csinálni. Ugye ennek nem véletlen, minden kultúrában nagyon nagy hagyománya van a közös mesemondásnak, a közös éneklésnek, és Jánostól szerintem ez egy nagyszerű ötlet, hogy összefogjuk az embereket, és egy közös élményt adjunk nekik, mert szerintem itt az is egy dolog, akik azért jönnek ide, hogy megnézzenek bennünket, de ezt meg tudják tenni sok alkalommal, de ez, hogy együtt énekeljünk, ez egy ritkaság, és nagyon jó érzés volt, hogy ugyanúgy, ahogy két év a Csárdás ünnepen rengeteg ember volt, és hogy most is ilyen sokan a rossz idő ellenére eljöttek, és látszik, hogy ismerik ezeket a dalokat, szóval nagyon, tényleg megható. Gyere tubicán, ölembe cicán, ezt nincsen abban semmi szégyen, újítsuk fel, hogy volt régen, mikor te meg én, a liget rejtek én, egymással eltünk szerelem perén. Keller János az ötletgazda Szikli Istvánnal, Fekete-hegy szárazrét önkormányzati képviselőjével közösen olyan nagyívű programot kínál, ami méltó folytatása a Bormámor szerelem koncertsorozatnak. Tavaly nyáron, amikor a Jövőre veled ugyanitt eladást játszottuk Fekete-hegy szárazréten, akkor odajött hozzám Szigli István úr, és megkérdezte, hogy mit szólnék hozzá, hogyha a következő nyáron, vagyis hogy az idei nyáron rendeznénk operettnapokat. Hát természetesen nem kellett kétszer mondani, nagy örömmel álltam neki ennek a munkának, és hát hihetetlen, hogy eltelt egy év, és ez megszületett ez a dolog. Ugye ez egy felvezető program volt ma az Országalmánál, nagyon nagy öröm számomra, hogy ennyien eljöttek, és ennyien szeretik az operettet. Bízom benne, hogy nagyon sikeres lesz a rendezvény maga, hiszen hagyományteremtő szándékkal indítjuk útjára. És akkor rólad is elmondható, hogy ugyanígy oda vagy az operettért, mondhatni már egy szerelem. Honnan jött ez? Hogy kezdődött? Hát az igazság az, hogy én magában a színházban vagyok szerelmes. Tehát úgy, ahogy van, én minden műfajt nagyon szeretek. Nagyon szeretem a drámát is, a musicalt is, bármilyen más műfajt. Hála Istennek megadatott a pályámon, hogy rengeteg bombiván és táncoskomikus szerepet játszhattam el operettekben. Illetve amikor színész növendék voltam, akkor abban a szerencsében volt részem, hogy maga Rátonyi Róbert is rendezett operett eladásokat, amiben én játszhattam, mint kezdő színész, illetve színész tanonc, úgyhogy ez elindult onnan és azóta is tart. A programsorozat a Fekete-hegy szárazréti közösségi házban július 26-án 18:15 a Gasztroudvarban kezdődik. Kedvenc opera dallamok címmel Horváth Elemér és Horváth Péter lépnek fel. Ezt követően 19:30 látható a Királyi Operettgála, az erre az alkalomra készült parád és szereposztással.
Fellép a Lukács Anita Vadász Zsolt, Füredi Nikolett Bot Gábor, Váradi Eszter Sára Keller János dúó, és két fiatal tehetség, Szűcs Enikő és Tarlós Ferenc is bemutatkozik a közönségnek, akik az idei Lehár Ferenc énekverseny döntőjéig jutottak. Az estet pedig a Gerner Várfi kabaré zárja. Köszönöm, hogy velünk tartottak Paletta Kulturális Magazinnal, legközelebb egy hét múlva kedden 19:45-től számítok majd a figyelmükre. Viszontlátásra!